Sziasztok! Most szeretnék bemutatni nektek egy nagyon kultúrált, nagy magyar gazdaságból eladó John Deere T670i összkerékhajtású kombányt. A gép 2015-ös évjárat, a magyar gazdaság az első gazdája nekik, a kitehelyezte forgalomba 2015 6. hónapban. A gép egyébként piros rendszámos, és gyakorlatilag minden akkor elérhető extrával felszerelt. Összesen van a gépben 3194 motoróra, 2291 cséplőóra. 7094 hektár dolgozott a masina. Gyakorlatilag minden általános kultúrában vágott, tehát nem volt olyan, hogy most csak kukoricában, csak szotyiban, csak gabonában. Dolgozott repcében is. A gépet folyamatosan a kite tartott a karban. Nagyon speciális szervizszerződésük volt. A gazdaság egyszerre talán 5 gépet vásárolt, és olyan csomagban, hogy a kite 5 évig biztosította a teljes karbantartási csomagot. Szóval, amikor probléma volt, mindig jöttek, kötelező karbantartásokat mindig ők végezték el. Erről természetesen mindenféle dokumentáció megvan. A gép általános esztétikai állapota, hát látszódik a videón is, teljesen kultúrált, szép gép, nincsen polírozgatva, nincsen csicsázva. Vigyáztak rá. Fülkéje abszolút dohányzásmentes, nincsen benne semmiféle dohányszag. A gépen most ugyan nem látszik, de a gazda ad hozzá SF3000-es antennát. A gépben pedig van egy GS3-as nagy monitor. Van a gépben hozam és nedvességmérő, alkalmas a hozam térképezésre is. Mivel a gép magyarországi, így a kite rendszerébe abszolút integrált, illetve hát most is bent van. Átnéztem a vázat, nincsenek rajta különösebb sérülések, nem hogy különösebb semmiféle sérülés, nincsen javítás. Itt hátul van egy automata Rockinger vonófej. A gépnek egyébként a teljes gumizása Michelin. Gyári elő 800-as gumizása van, teljesen jó állapotban. A gazdaság földjéi egyébként itt vannak a környéken, úgyhogy vonulás az különösebben nincs benne. A géphez egy 625R-es vágóasztal van, ennek köszönhetően igen hosszú a csigája. Az asztalhoz adja a gazda a repcetoldatot, és természetesen a gyári szállítókocsit. Nem tudom, említettem-e már, de a gép az piros rendszámos, úgyhogy nem kell a zöld rendszámmal vacakolni. Van rajta hátsó tolatókamera. 3 darab sárga villogó van a gépen, elő 2, 1 hátul. Hátul munkalámpák, munkalámpa az ürítőcsigán. A hátsó gumizása 480x80R26, természetesen Michelin, mint ahogy azt már mondottam volt, teljesen jó állapotban van. Amit mondtam is, a sérült gépek ugye általában itt sérülnek, teljesen rendben van, gyári a váz. Átnéztem a csigákat, igazából nagy kopásokat ott sem látni, hát ugye, ahogy azt mondottam is volt, a kite mindig mindent időben cserélt. A gép egyébként dublasítós,
úgyhogy kukoricára is tökéletesen megfelelő. Itt alulról nagyon szépen látni a verőlécek állapotát, ugye benne vannak most a dobtakarók. Erős, fullos munkalámpacsomag. Hát még a fülke alján kettő munkalámpa lehetne, de anélkül is azért lehet dolgozni. Nyári csatlakozó. Magtartály alján is korróziót sehol nem találni. Láncok, lánckerekek teljesen rendben vannak. Szíjak is szép állapotúak, repedezést nem nagyon találtam. Belülről is az oldalburkolatokon látszik, hogy nem volt javítgatva, tehát nem sérült a kombájn. Természetesen áramtalanítókat, csak itt a gépkezelő kiépített egy olyan professzionális kézmosó rendszert. Hát azért lássuk be, ez igen hasznos tud lenni adott esetben. Rosta, nagyon szép állapotú. Rosta szekrényen sem látszódik javítgatás. Hát a facsapágyak egészséges mértékben lógnak, de minimális. Hogyha valaki úgy dönt, hogy kicseréli, azt kívánom, hogy annál nagyobb költsége ne legyen, ne nagyon legyen a géppel. És látszódik, hogy a hajtóműszíjak is mennyire rendben vannak. Csapágyaknál mindenhol látszódik a folyamatos zsírzás. Oldalborítás itt is teljesen jó. Fotók között, amit opcionálisan tudtok kérni. Látszódik az is, hogy kinyitottam a hűtőjét. Nincsen összeveretve nagy nyomású mosóval, nincsen elhajligatva a lamella. Abszolút jó állapotban van. Fölkommandózni. A fülke melletti belépő is szép. A kombány teteje sem látott olyan dolgot, amit nem kellett volna. Van a gépben ugye egy lehajtható utasülés. Alatta egy aktív hűtőszekrény. Azért ebbe igen sok minden elfér, úgyhogy... Nyáron is jó tud lenni a munka. Az ember nem hal éhen szomjan. Látszódik, hogy itt van még a gyári fóliája az ülésnek. Nagyon sokáig egyébként úgy használták, hogy rajta volt a fólia. Úgyhogy ennek is köszönhető a kárpitozás gyönyörű állapota. Kormány sincsen lekopva, lekoszolódva, hát volt gazdája a gépnek.
Na, adjunk rá egy gyújtást. Kijelzőn minimális foltosodás, de hát ezeken a GS3-akon ez egy teljesen normális dolog. Ilyen buborék jelent meg a szélén. De ettől függetlenül az érintő felület tökéletesen használható. Nincsen rajta az antenna a gépen, úgyhogy ezért picit aggódhat a masina. Megnéztem a kijelzőnek a diagnosztikáját, és látszódik, hogy a saját kijelzője, tehát üzemórában is nyilván gyújtásokkal megy bele az óra, de abszolút a valóságnak megfelelő. Úgyhogy itt horror eltérést láttok, akkor azért ott lehet arra gyanakodni, hogy vagy nem a saját kijelzője, vagy hát azt se tudja. Na, röffentsünk rá a paripára. Megkérjük a kollégát, hogy indítsa be nekünk a cséplést, issa fel a magtartályt és a fürítőcsigát.
szeretnétek megnézni vagy megvásárolni, keressetek minket telefonos elérhetőségeinken, vagy e-mailben az info@agropartner.hu címen. Amennyiben leasingre lenne szükségetek, az Agropartner természetesen abban is tud segíteni. Kiváló konstrukciókkal állunk a vevők rendelkezésére. Hogyha pedig üzletköttetik, és a kiszállításról kell gondoskodni, szállító partnerei segítségével természetesen az is működhet, hogy a gépet a telephelyen vegyétek át. Ennyi volt ez a videó, köszönöm, hogy megnéztétek, keressetek minket bizalommal, sziasztok!